Évvégi búcsúztató és egyben születésnapi koncertet adott Pécsett a Kuba Libre zenekar. Az idén 13 éves fennállását ünneplő együttes régi és új dalokkal is készült a fellépésre. Püspöki Péter és a csapat többi tagja is egyetértettek abban, hogy a koronavírus miatti járványhelyzet nehéz időszak volt számukra. Mivel egy hobbi zenekar vagyunk, a munkánk mellett általában este tudtunk próbálni, és pont akkor jött ugye a kijárási tilalom, amikor mentünk volna zenélni, és emiatt tényleg több hónapra leállt a próba. És hát nekem személy szerint a zene az életem értelme, és akkor így elég rossz volt, hogy ez így kimaradt itt több hónapra. A nyári időszakban azonban már fellélegezhetett a csapat, sőt, ősszel is tovább koncerteztek. Annyi fellépésük volt, hogy egy nyereményjátékot is hirdettek. A feltétel annyi volt, hogy a szeptemberi koncerteken résztvevők küldjenek magukról egy fényképet. És három nagyon kedves rajongónkat sorsoltuk ki, és nekik hoztunk egy kis ajándékot. Saját készítésű süteménnyel és más egyéb ajándékokkal lepte meg a rajongókat az együttes. Mindannyian új jó terővel vágnak neki a 2022-es évnek, több ötletüket is szeretnék megvalósítani. Több tervünk is van, az is lehet, hogy stúdiózunk pár dalt, az is lehet, hogy filmet forgatunk, az is lehet, hogy csak koncertezünk, de hogy azt gondolom, hogy így 22-ben biztos, hogy lesz valami olyan, amit így kiadunk magunkból. Tehát, hogy valami hallgatható dologra szerintem számíthatnak az emberek tőlünk mindenképpen. A Kuba Libre a népszerű orfűi zenei eseménysorozaton is fellép nyáron, ezúttal egy nagyobb színpadon, de a január elejére szervezett Made in Pécs fesztiválon is találkozhatnak az együttessel a rajongók. Boldog évet a Pannon TV nézőknek!